A Magyar Atlétikai Szövetség az elmúlt év őszén indította el az általános iskolákban az első és másodosztályos gyerekeket érintő kölyök atlétikai programját. 6 regionális központban 1000 pedagógus kapott speciális képzést, azonban az eszközbeszerzés csúszása miatt az oktatási intézményekben még nem indult be teljesen a program. A testnevelők motivációját a szövetség versenyek rendezésével igyekszik fenntartani. Nyíregyházán 10 iskola 8 fő csapatai mérték össze tudásukat a korosztály sajátosságainak megfelelően összeállított versenyszámokban. Korlátlan tárháza van a versenyszámoknak, és nem is ez a lényeg, hogy mi a versenyszám, mert ezt akár egyik versenyről a másikra lehet változtatni. Ennek a kölyök atlétikának inkább a szellemisége az érdekes, és az új, ami más az atlétika oktatásának eddigi szemléletével kapcsolatban, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a koordinációs képességek fejlesztésére, nagyon-nagyon sokoldalú, széleskörű fejlesztésére, és fűszerként megjelenik egy élményközpontú oktatásmódszertan ebben a kölyök atlétikában. Úgyhogy tulajdonképpen ez a két tényező jelenti az újdonságot. Az ez év szeptemberétől a közoktatásba is bekerülő program célja az, hogy a gyerekek már fiatalon szeressék meg a mozgást, és szerezzenek olyan alapokat, amelyekre felnőtt korukban is támaszkodhatnak. Éppen ezért a szövetség több más sportágra is szeretné kiterjeszteni kölyök atlétikai programját.